Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden évben továbbra is csatlakozzunk a Magyar Tudomány ünnepéhez, hiszen egy felsőoktatási intézménynek az oktatás mellett a kutatás, a tudomány szolgálata is nagyon fontos feladata. Ennek megfelelően az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Kampusza ebben az évben is számos programot szervezett november végéig, az 1997 óta rendszeresen meghirdetett tudományünnepe rendezvénysorozat részeként. Tudományos tanácskozások, kerekasztalbeszélgetések, konferenciák, gyakorlati bemutatók egyaránt részét képezik az idei programnak. A rendezvény teret ad annak, hogy az oktatók legújabb kutatásai eredményeit bemutassák a nagy közönség előtt. A mi kampuszunk 8 programot kínál. Van közte tudományos ülés, van közte kerekasztal beszélgetés, van közte kampuszkonferencia, még egy multikulturális napunk is lesz ebben az évben, és még angol nyelvű kerekasztal beszélgetés is belefért a programba. Nagy örömmel vesszük, hogy a Jászberényi kampusz oktatókutatói mind minden évben lelkesen kínálnak programokat. Természetesen ők is figyelembe veszik mindig a legújabb trendeket, az aktuális kihívásokat, és természetesen külsős vendégeket is szoktunk meghívni különböző programainkba, hogy ők is megosszák tapasztalataikat. A témákat természetesen leginkább a kampusz képzési területei határozzák meg, így elsősorban a pedagógus képzés különböző részterületei jelennek meg az előadásokban, de a bölcsészet és a természettudományok is jelen vannak az eseménysorban. A felvezető programot a Magyar Nyelvtudományi Társaság jássági csoportja szervezte november 11-én délután. November 13-a a Magyar Nyelv napja. Ráadásul most kerek évforduló van, mert 180 éve ezen a napon vált hivatalos nyelvé a magyar. A jászsági csoportnak kiemelt célja, hogy a Magyar Nyelvtudományi Társaság egyik fontos tevékenységét, az ismeretterjesztést, a vidéki ismeretterjesztést elősegítse és megvalósítsa a térségben, és ennek jegyében rendszeresen szervezünk felolvasó üléseket, általában tavasszal és ősszel. Az őszit a tudomány ünnepéhez, illetve a Magyar Nyelv napjához szoktuk igazítani, és elsősorban az anyanyelv oktatással kapcsolatos aktuális kérdésekről és problémákról szokott szó lenni. Az anyanyelvoktatás aktuális feladatairól szólt az idei nyitó előadás, amelyről a szakterület kutatója, dr. Jánk István, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem docense tájékoztatott. A legnagyobb kihívás a szakemberek előtt, hogy a nyelvoktatás presztízse hagyományosan alacsony a diákok körében, és sajnos a fiatalok szövegértési képessége is gyengülnek. A magyar nyelvtantárgy presztízse alacsony, tehát nem szeretik a tanulók, majd erről részletesebben fogok beszélni, nem szeretik a magyar nyelvtantárgyat, főleg ha leválasztom az irodalomról, akkor különösen nem kedvelik, és a másik alaptézis, amit a legújabb országos kompetenciamérések és a legújabb PISA mérések mutatnak, hogy a szövegértési képességeik gyenge a magyar tanulóknak. A pedagógusok legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy ezeken a trendeken próbáljanak változtatni. A fő célja ennek a felolvasó ülésnek is az, hogy a legújabb módszerekről, a legújabb kutatási eredményekről tájékoztassák a kollégákat. Szerencsére rendszeresen el szoktak jönni a közoktatásban oktató kollégák is ezekre a rendezvényekre.